Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A mai lelátóban a vitorlázásé lesz a főszerep, illetve hát a vízisportokról egy kicsit majd olimpiázunk is természetesen, és köszöntöm a stúdióban Stadler Csabát. Olyan tettet hajtottatok végre, most már negyedik alkalommal, hogy a családdal indultatok a Kékszalagon, ugye ez a nagy balatoni vitorlás verseny, nemzetközi vitorlás verseny. Hát én olvastam, ugye föltetted, hogy a közösségi oldalra, hogy micsoda élmény volt, és ti voltatok tulajdonképpen az egyetlen ilyen családi csapat, ha lehet így fogalmazni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és megtiszteltetés, hogy gyerekkorom egyik kedvenc és példakéspótrájából jöttek egy asztalnál. És roppantott módon élvezem azt, hogy te tudsz tőlem kérdezni, tőled, mert el is hoztam neked ajándékba a Balaton Kékszágiat. Fogosok szeretettel tiszteltem előre. Hát. Nagyon szépen köszönöm. A Kékszág olyan tulajdonképpen egy ünnep azért, mert csak a családdal megyünk, és így pár négyzetméter össze vagyunk zárva 30 órára, és egy csodálatos családi program. De a Kékszág egy szellem is, és a szellemben az ember csinál nagy hülyeségeket, és ez pontosan ilyen, mert a Kékszág egy nagy hülyeség, lássuk be. De hát többen könnyebb hülyének lenni. Ugye amikor kín van 550-560 hajó a Balatonon, akkor az ott eltűnik az ember hülyesége, mert látja, tudja mutatni az ember a családnak, hogy hát nézd meg, hogy mások is hülyék, nem csak hülyék, más is hülyék. De ugye egy Kékszalag már megkezdődik ilyen februárban, amikor szépen az ember szőcsöli a húslevest a szürke februári vasárnapon a családnál, és be kell dobni a köztudatba, hogy megyünk a Kékszalagra. És akkor azt a statikát szoktam választani, hogy ilyen három lépcsőbe, az első, hogy akkor mondom februárban, hogy kék, és akkor idáig jutok el, és akkor a család egyből mondja, hogy szó sem mehet róla, de akkor már motoszkál a fejbe. És akkor néha ilyen hétközben én mondok egy-két mondatot, hogy hát milyen szép volt, amikor Vonyolcfasténél láttuk a napfelkeltét, milyen szép volt a napnyugta, milyen jó volt fürdeni a Balatonban, és mégis milyen jó család élmény volt. És így megy, és akkor amikor áprilisban hajót kell választani az asénél, akkor ugye úgy választok ma jót, hogy a család már rábólint, hogy jó, akkor menjünk, próbáljuk meg. Aztán legfeljebb azon a héten, hogyha látjuk, hogy rossz idő lesz, akkor nem megyünk el a Kékszalagra. Na de. Ugye a hajóban nincs nagy dilemma, mert ugye mi nem minősülünk ebbe a hajó választásnál, hanem mi kapjuk azt, ami más nem kell. Idén is így volt, a Lelevi nevű luxus gőzös kaptuk meg, aki senkinek nem kellett, mi azzal mentünk, de úgy voltunk vele, együtt vagyunk, jól érzük magunkat, és egy jót vitorlázunk. Hát és de. Akkor bocsánat, és akkor ott tart az ember, hogy belecsöppen ebbe a millióbe, hogy ugye mindig július közepén van a Kékszalag rajtja a teléholdhoz legközelebb, hogy lássa az ember, valamint éjszaka. És csütörtökön van reggel 9-kor a napfelkelte, vagy a rajt, és a szerda délután a fülödi közértbe az ember vakarja a buksiját, hogy akkor most hogy is kéne kaját venni, és körbenézés van még 300 ilyen ember, aki próbálja, hogy mennyi kifűt kell vásárolni, mennyi zsemmét kell vásárolni, mert ugye az nem olyan, de a labdarúgás, mert a labdarúgásnál ugye kimegyünk ki a meccsre, 90 percre van behozva, tudjuk, hogy megiszunk egy-két kólát, így van, és akkor hazamegyünk, megnéztük a meccset, de itt nem tudod, mikor indulsz el. Ugye 8-kor ki kell vitorlázni a rajtra, hogy a 90-es rajtot elérjed, amit van Tihany magasságában. Akkor elindulsz valamikor Kenese irányába, és előfordulhat az, hogy nem jössz vissza 24 óra múlva, hanem 30 vagy 36 óra alatt. Idén mi 30 óra alatt értünk be, ami azt jelenti, hogy reggel 9 és másnap délután 3. Addigra kell kitalálni, mennyi szemüset viszel magaddal, milyen ruhát viszel magaddal, mennyi italt viszel magaddal, és hogy megoldani a mindenfajta problémádat egy pár nézetméteren. Hiszen ugye egy pár nézetméteren, két nézetméteren van összesítve az egész család, és ott kell vitoláznunk, ott kell dolgozunk 36-40 órán keresztül. És hát azt mondjuk el, hogy a csapat az 4 főből állt, ugye a igen. Pároddal ment, illetve 2 gyermekkel. Igen, senki más nem vállalta ezt, hogy összezárják a családjával egy fedélzetre ennyi időn keresztül. Mi voltak az érdői csapat, az 556-ból, akik csak családi felállásban szerepeltek. Akkor mondhatjuk, hogy ezt a kategóriát így megnyertétek. Magasan. És ugye itt hát nem a helyezés számított, de azt mondtad, hogy középmezőnyben végeztetek úgy körülbelül az 270 volt az 500-ból, ha levonom, akik csaltak, akkor előre vagyunk sokkal. És azt számít, hogy ilyenkor, mert mondtad, hogy 30 órán belül értetek célba, ezt figyeled azért, hogy kitűzött cél az, hogy mondjuk ez a negyedik családi Kékszalag volt, hogy mindig jobb legyen a család? A igen, most eddig mind a kétszer, amikor voltunk és befejeztük, 36 órát mentünk végig, most 36 órán belül szerepeltünk, ez most nagyon nagy előnyére, egy családi rekord.
Hát akkor mondhatjuk, hogy ez egy fejlődés is a Így van. vitorlázásban, de itt azért, Reális. igen, meg az időjárás is azért fontos tényező, hiszen Igen. hogyha nincs szél, akkor egy kicsit gondolom lassabb a mezőny. Hát a gondolkodás van. És azt itt előzetesen elmondta nekem, ugye, hogy Füredről indultok, de mondtad, hogy ez majdnem Tihanyig elnyúlik a rajt, hiszen 570 hajó, vagy Közel 5 közel kilométer hosszú a rajt a van, igen. rajt. Aha. És akkor ugye óriárásával megegyező az irány, tehát először a keleti medencébe mentek Siófok fel, és Így akkor van. egészen Keszthelyig, ugye, jól Így tudom. van. És akkor bójákat kell Kesze-vissza. kerülni, de nincsenek megadott sávok. Sárga pályák vannak, kenesé van egy terelőbója, tehát kettő bója van kirakva, egy kapu van, ami két bója között át kell menni Siófokon, és Keszthelyen megint egy terelőbója van, ott is venni kell, mert a csövön visszafele a átmenni a füredi szélvonalon. Ugye ez a negyedik ilyen családi Igen. vállalkozásotok volt, egy kimaradt az elmúlt 4 vagy 5 évben, akkor ezek szerint, ugye mondtad nekem Egy előzetesen? bocázásunk volt, mert a tavaly előtti kék szalagon, ott a szigetőbe elhullottunk tulajdonképpen, mert jött egy vihar, és az 50 km-es télen még ráigértek még egy kis szelet, és nem váltuk, hogy tovább vitázunk, ott elkezdtünk motorozni, bejelentettük a telefonon, hogy feladtuk a versenyt, és hazamotoroztunk egy addig a szigeti kikötőig, majd onnan hazavitaláztunk hajnalban, amikor már állt a szél annyi, hogy lehetett menni. Tehát itt a biztonságot tartottátok Persze, szemben, hát ugye természetesen. az a cél, hogy a család négyen ment, négyen is jöjjünk haza. Hát igen, ez a Ez a minimális. fő cél, ez a minimális elvárás. Biztonságban, mentőben, mert földzve, tehát ez a vízen közlekedés, ez nem játék. Főleg nem éjszaka. Hát, Úgyhogy jön még 500 hajó szembe, és ennek a fele kiviáltatlan, mert nagyon sokan nem tartják be a szabályokat. Ez volt az 56. kék szalag, neked 4 családi indulás volt, de hát van neked abszolút más eredményed is ezen a versenyen még régen. Két elsőm van, 96-ból, 97-ből, meg van egy pár második, még egy pár harmadik abszolútban. Akkor az ASI csapattal mentetek ilyen vegyesbe, vagy akkor más Az vegyes más vállalat társakkal? volt. Akkor egy külföldi tulajdonossal mentem a hajójával, a magyar személyzette, de akkor nem volt ASI senki hajón. Ugye ez egy nemzetközi verseny, tehát Így nem van. csak magyar hajók indulnak, mondhatjuk, hogy Európa egyik, hanem az ilyen legnagyobb verseny talán. A legnagyobb és a legtradicionálisabb is. Ugye most megvolt akkor ez a családi program, Igen. a nyaralásba beiktatva ez a 30 óra. Hogy szálltak le a hajóról a többiek, a Kriszti és a gyermekek? A kisebb férfiam azt mondta, hogy soha többet ez a hajóval. De ugye az elején jobban kezdte egy szerelem. Tehát meg fognak szépülni az emlékek, most elő kell venni majd télen, a hosszú téli estéken az itt készült képeket. Megint a húsleves mellett. Húsleves mellett, nekik gondolkodni a következő, és majd úgy kell tolni az egészet, hogy azt mondom majd, hogy majd, na majd előtte vagy héten gondolkodunk, persze, hogy már mindent megrendelem, megrendezek, csak hogy be kell nőni a hajóba. Nagyon sok minden függ attól, milyen időjárás lesz. Hogyha kis szél van és ilyen kedvező körülmények, mint amiben most mentünk, az nem ideális nagyon. De ha viharszerű szelet jósolnak, vagy látjuk, hogy visszaesik a hőmérséklet, és ilyen nem lehet menni tulajdonképpen normálisan, akkor biztonság a legfontosabb, akkor nem fogunk menni. Arra kell figyelni a húslevesnél, amikor kimondod a kéket, és hogyha elhúzzák előled a tányért, akkor kicsit várni kell majd a jelentése mindenképpen. Egyébként mennyire fertőzöttek meg a családtagok? Vitázik mindenki, ugye mindenki az egyesetben leigazolt. A kisebbik fiam ő lézerbe vitorlázik, versenyekre is jár. A fiam ő volt a Findigi bajnokságon, de őt ugye most egyetemista és háttérben szólt az egész, de mindenki tud vitorlázni. Tehát nem, abban a családban, ahol a szülők hegedülnek, ott a gyerek is hegedülnek kell, ott nincs mese. Nem volt más választásuk. Hát azért ez egy nagyszerű sport, hogyha azt nézzük, ugye kint a szabadban az a szabadságérzet, a szél, a vitorla, a sebesség. Tökéletes életforma, és ami nagyon fontos, hogy ilyet hosszig lehet ezt űzni. Na most, hogyha lejön egy dombriba például egy 10 éves kisgyerek, akkor szoktak érezni, hogy meddig vitorláztok. Nem addig, ameddig a feleséged majd enged. Tehát nyugodtan tudsz menni, hiszen 80-es korú vitorlázók is vannak nálunk, akik aktívak és versenyjárok adnak, el tudnak menni túrázni, tökéletes. Tehát tulajdonképpen mindenki, azért jó, hogy ilyen széles a vitorlásban a paletta, mert a kis egysemélyes hajóosztályokból, a kis hajókból, az egészen a nagy tőkesős hasznosokig mindenki megtalálja azt, amit őt érdekel. El tud menni pályaversenyre, el tud menni nemzetközi versenyre, például a kaozasaink, a finnigiseink járnak, és mindenki megtalálja azt a szeletét ennek a tortának, amiből ki szeretné venni, és szeretne vitorlázni. És ki lenne a vízen reggel kimenni, este bejönni, hát ennél a Balaton, ami ugye nem ronda, ezt lássuk be. És hát, hogy hallgatlak, tényleg visszaigazolódik, amit mondtál, hogy ez egy igazi szerelem, és ez már nagyon régóta tart. Mondjuk el itt, ugye többes számba beszél sokszor, az azt jelenti, hogy az Atomerőmű Sportegyesület most már vitorlás szakosztályának vagy te az edzője hosszú évek, évtizedek óta. Ugye eddig szakcsoportként működtetek, és most az idéntől alakultatok át szakosztályá.
ennek igazából technikai jelentősége van, de azt mondtad előzetesen, különösebb változás nem történt, mondjuk a te státuszodban sem. Nem, semmi. Uh-huh. A 380 vagyunk közel az atomis, mi a legnépesebb tagsága az Atomi Sport Egyesületnek. Ugye két kikötő van, az egyik az Balatonfenek Kamiskamarina, a másik pedig Lent Dombaliba. Dombai vannak a kicsik, oda jön a kapcsolat, mert 10 éves a munkával, a gyerektáblokat tartunk szépen. Utolsók vagyunk, akik ezt úgy csináljuk, hogy abból a költségvetésből, amit a gyerekek befizetnek rájuk és szánjuk, tehát 50 ezer forintba kell egy hetes tábor, ez máshol ez már elérhetetlen. És két hetes tábor van Dombaliba, utána Balatonfenekre van még 3 gyerektábor, és Dombaliba kikerülve a gyerekek, hogy heti rendszerességgel lejárnak edzésre, be tudnak kapcsolni Balatonfeneki munkába, és később ugye akkor tudnak vitolázni abban a hajóosztályban, amit meg szeretnek és amit tetszik nekik. És azt tudni kell, hogy ezekben a táborokban nem csak kimondottan vitorlás csemetéket vártok, itt mondtad nekem, igen, hogy ott vannak kis focista palánták, igen, illetve hát más sportágokból oda verődött csemeték, igen, is, akik nagyon élvezik ezt. Próbáljuk megoldani, úgyhogy aki jelentkezik, az tudjon is jönni, és nem csak hogy más sportágokból, hanem az idén például Dombaliban az én táboromban volt 2 biatolbágyi, volt egy Ábrahámhegyi, volt egy gödöllői, meg 2 vagy 3 pesti gyerek. Tehát valami nem csináltunk. Tehát szeretik a Dombalit ezek szerint, hogyha oda jönnek az ország másik részéről. Egyébként Dombali fantasztikus. Uh-huh. Hát tudom, hogy pár éve voltunk is ilyen forgatni nálatok, amikor ilyen tábort szerveztetek, és ugye te voltál ott akkor is az edző. Igen. És itt a kicsikre kell tényleg gondolni, tehát ilyen kis egyfős hajókra, de ahogy előzetesen mondtad, elkezditek ott az edzéseket, mondjuk napi 2-szer kimentek a vízre, és pár nap után már abszolút egyedül tudnak vitorlázni a gyerekek, mondom. Ez egy óriási élmény azért nekik. Én szoktam mondani, hogy egyik vidámbában se kapják meg ilyen olcsón ezt az élményt. És tényleg, hogyha hétfőn lejön egy kisgyermek a táborba, azt se tudja, hogy merre van, balra vagy jobbra, kedden van, délután nálam vitorlázik. Uh-huh. És ugye nincs az a félem benne, mint a Balaton vagy nagyobb tavakon, hogy kicsodódik, elsodódik, valami történik vele, hogy a nádas, ott vagyunk a közelébe, sokkal jobb biztonságérzete. Dombeli egy csodálatos helyszín. Idén volt már táborotok? Volt 2 június utolsó és július első hetében. És tartottok még augusztusban, vagy most így vége? Hát mentek Füredre? A Füreden van most 3 tábor, és Dombeliban is már több, tehát energiasan lenne már többet, megmondom őszintén. És a szakosztálynál ugye te vagy az utánpótlás edző, és kérdezem, hányan vagytok, mondtad, hogy egyedül. Hát ugye, aki elheti rendszerséggel elő, de ugye vannak nagyon szolgalmas nyugdíjasaink, a közösségettelen, például a Nagy Jenő, a Kollár Károly, ők tartják most Balaton is a tábort. Uh-huh. Most nem akarom a korukat mondani, de nagyon tapasztalt kollégákról van szó, és nagyon ügyesek. Egyébként, hogyha már így a szakosztályt említjük, a szakcsoporton belül, vagy szakosztályon belül, ti vagytok az egyetlen, nem csak család, hanem akik indultatok a kék szalagon, vagy azért vannak más egységek? Nem, az összes többi a sés hajóval indultak, és nagyon szép eredményt értek én, és például a Kovácsik Lacék másik lettek a kék szalagon, a Dolphin kategóriában. Uh-huh. Igen, ebben nem beszéltünk, hogy itt több kategória van. Ilyen több mint 30 hajó kategória, tehát több mint 30 kategóriában indulnak sportolók, és nálunk mi a Dolphinban belesedünk túlnyomó többségében az ASE keretein belül, és a Dolphin hajóosztályban ugye mások lettek a Kovácsik Lacék. Ez nagyon szép. Egyébként meg is érdemelték, mert a vitorlás sem szól másról, mint mármelyik más sportág. Aki legjobban fölkészül, az fogja levatni a munka gyümölcsét. És a Lacék nagyon szépen komolyan vették, és nagyon szépen dolgoztak érte, hogy ők lennek a másik. Épp ezt akartam kérdezni, hogy a verseny előtt azért egy komoly felkészülés előzi meg az időszakot, ugye? Ezt hát másnak igen, mi ugye mi 2 éve nem ültünk be nagy hajóba, ez a családi vitálásunk tulajdonképpen, mi beültünk a hajóba és szembesítünk az a tényel, amikor fel kellett volna hozni először a bőszeres vitolát a Tihanyi cső után, akkor csak nézzük, hogy mi a nyava ez, mert mi nem láttunk ilyen formáját, és ott bocáztunk vele, de a többi család ezt komolyan veszi. Nekünk tényleg a családi vitálásom a lényeg, a többi csapat, ők rendesen vitoláznak, járnak versenyekre, és nagyon összeszokottan szépen muzsikálnak. És már a versenyekről beszélünk, ugye megkerülhetetlen, hogy zajlik az olimpia. Keddi napon kezdődtek el ugye a síkvízi kajak-kenu versenyek, szerencsére magyar érdekeltséggel, de van magyar érdekeltség a vitorlás versenyen is. Így van. Az Érdi Mári kiment úgy az olimpiára, hogy világ első volt, és vett a világranglistát, és sajnos neki hátsérése miatt az első napokban nem úgy sikerült, ahogy elvárta, viszont van futtatnyőszerem az olimpián. Vajdai Benjamin a lézerhajóosztályba, pedig pontosan most már Ilka hajóosztály, az aranycsoport bekerült, tehát a legjobb 10-ben van, ilyen történelme nem volt még soha. Én azt hiszem, hogy 6. helyen végzett a előfutamba, vagy? Igen, mondjam. És amit értem, hogy gyorsan megnéztem, mikor lesz, de 15-30-kor adja a... Igen, ez már az adásba kerülésünk előtt volt, úgyhogy erről nem tudunk beszélni, hogy milyen eredményt ért el.
De hát reméljük, hogy... Nagyon kiváló sportemberek, nagyon jó vitorlázok. Egyébként gondolom, ti ismeritek egymást, tehát így a vitorlás... Láttatok, persze. Hello. Aha. Na akkor még annyi, hogy a jövőre, előre tekintve, akkor még ne szaladjunk előre. Egyelőre az a februári húsleves, és majd utána tudunk beszélgetni arról, hogy a 2025-ös kék szalagon mi lesz, lesz-e Stadler család? Neked írtam a család erről a felvételről most, hogy ne nézzék ezt meg, hogy ne tudják a tüköket meg. Én nagyon bízom, hogy igen. Szeretnék jobb hajót kapni, szeretnék jobb hajóba menni, hogy azért ne hátul hullogjunk, de remélem, hogy menni fogunk. Hát én azt kívánom, hogy ott a húsleves az maradjon előtted, és ki tud mondani azt, hogy kék szalag így egybe, és akkor hát sikerülni fog. Köszönöm, hogy elfogadtad. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóban, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten is várom majd önöket a képernyők elé, viszontlátásra, jó estét kívánok!